Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Szarvasvárosa múlt héten ünnepelte újra telepítésének 298. városá nyilvánításának pedig 54. évfordulóját. Mai vendégünk Babák Mihály, a város polgármestere. Köszöntöm a stúdiónkban. Köszöntöm én is a kedves televízió nézőket, és örülök, hogy erről beszélgethetünk. Először kérem, tekintsünk vissza a város múltjára. Ugye 298. évfordulóját ünnepli most. Nem sok idő. Szóval a városok történetében, bár Annemisza Gesztákban írt Szarvasról, és egy csodálatos hely, mert folyók voltak, aztán közlekedés is volt, aztán valahogy a török dúlás idején ez teljesen tönkretették, volt várunk, sok minden, és pusztasság elverte szél. Persze ez egész Békés megyére jellemző, tudva lévő azt, hogy nem maradt semmi sem a török dúlás után, a lakosság elmenekült. És akkor az a bátorság, ami a tótokban volt, hogy lejöttek, és Báró Harukker kérésére letelepedtek, én fantasztikusnak tartom. Szóval, ha ma beszélünk a mobilitásról, meg sok egyéb másról, az újrakezdésről, meg a lehetőségek kihasználásáról, szerintem a tótok ebben elől jártak. És lejöttek Békés Csabát megalapítani, Békés Csaba idősebb, mint Szarvas, mi egy kicsikét testvérkéi vagyunk, de ez csak 298 év. Más városok 600-800 évre emlékeznek vissza, őket nem dúlt a szél a török, erre hogy jegyezzem meg zárójelbe, hogy nekünk az iszlámból, ha nem is személy szerint, de van tapasztalatunk, hisz eltűnt annak ide mi kisvárosunk, és újra kellett építeni. És azt, hogy ezt a várost újraépítették, az egy fantasztikus dolog, mert valamiben hittek és bíztak. Na, ez hiányzik talán a lendület, a bizakodás, a reménység, az akarat, a küzdeni vágyás, a munka iránti tisztelet, mert ebből élünk meg. Ez manapság kint, ha kicsit kevesebb lenne. De ezt lehet, hogy a vén ember mondatja belőlem, lehet ugyanolyan harcosak és akarnokok és tenni akarók a mai generációk, de fantasztikus emberek jártak előttünk, és a kalappal, mert egy kisváros építettek, jó ízlésük volt, jó helyen választották, és azt a közösséget is nagyra becsülöm, hogy kialakult a Békés megyei evangélikusok körében, hisz azért templomokat építettek. És számukra... akkor itt kapcsolódik például, ugye kiemelt személyiségekről beszélgettünk, például Tesedik Sámuelnek a munkássága is a városhoz. Nagyon fontos, hogy minden korban vannak olyan emberek, most is van, és volt mindig is, akik élre tudnak állni. Valahol mondja a Szentírás is, hogy aki élre áll, a nagy felelősséggel bír. Aztán apám is mondta, hogy kisfiam, úgy állj élre, hogy tudjanak követni, tehát nem szaladhat el az ember. Ha egy kicsit elszaladt, Tesedik idejében is megvolt az, akkor nem tudják őt követni. De azért micsoda fantasztikus emberek voltak előttünk, és ez manapság fölvetődik, hogy mi tudunk-e egyáltalán velük egy mérlegre állni, hogy teszünk-e annyit, mint ők tettek a saját korukban. Manapság nem divat a polihisztorság, hisz polarizálódik a szakma, és részlet szakterületekre bomlik, de egy polihisztorság, ha az ember ezt nem teljes mélységében, hanem az általánosság szintjén műveli, az annyit jelent, hogy kultúra, kulturáltság, mert több tudományban valamelyest jártas, és hagyja kell, vagy szakembere víz, vagy maga néz utána. Hát mondok egy példát erre, Tesedik ugye lelkész volt, és azt prédikálta a nagy közösségi házban, nagy civil klubban, az evangélikus templomban, az ótemplomban, a templomdom tetején épült templomában, ahol összegyűlt 3-5 ezer fő is, hogy nem csak a túlvilágon kell jól élni, hanem ezen a világon is meg kell teremteni a lehetőséget. És ez a lelkész, aki Isten házában ilyeket mondott, az megtette azt, hogy kiment Németországba, és kémiát tanult. És így tanította meg az alföldieket a szikes föld javítására. És így lett termőföld az, ami korábban pocsolya volt. És mindig azt mondta, az életnek van minőség, és meg kell tölteni tartalommal, sőt, mi több tudással. Tudni, a világot érteni kell, úgy tud az ember megfelelni jobban, hogyha minél többet tanul. Mert akkor alkalmas lesz arra a feladatra, amivel megbíznák, vagy amit választ magának. Manapság ezzel némi gondok is vannak, hogy nem mindig azt csinálja, amit az ember szeretne, meg amit szívvel csinál, meg amit megtanult, hanem előfordul, és ebből vannak alkalmas gondok. Na szóval a történelem arra való, a város története is, hogy az ember azokat a hibákat, amelyeket ők elkövettek, azokat ne kövesse, tudja, hogy mi a hagyomány, amit tovább kell vinni, mi az érték benne. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok városomra, mert sok értéket teremtettek az előttünk élők, és bízom benne, hogy mi sem vagyunk silányabbak, mi is tudjuk folytatni az ő
kezdeményezésüket, azt, hogy egy szép, élhető, komfortos várost építsünk. És akkor egy kicsit meg is előzte a következő kérdésemet, hogy mik azok az értékek, amikre ön úgy tekint, hogy feltétlenül tovább szeretne örökíteni. Én szerintem ugye belekezdtem abba, hogy testedi kémiát tanult, az agráriumnak jelentősége van, és ez most a vírus kapcsán is jelentőséggel bírt, hogy mi az agráriumból élünk. Magyarul parasztok vagyunk, és az élelmiszeriparhoz, az agráriumhoz kötődő iparunk van csak. Ez szegénység is, de ugyanakkor most ebben a szituációban lehet, hogy előnyt is jelentett. Vagy előnyt jelentett hosszú évtizedeken, századokon keresztül, hogy volt mindig mit ennünk, mert ugye a paraszt azt mondta, hogy földje van, akkor van ennivalója. Aztán már Jóistenre bízta, hogy esőt is hoz neki, ő pedig dolgozott, hogy megélessen belőle. Tehát a földnek mindig jelentősége volt, az termelő eszköz is, akinek volt földje, az valaminek számított, mert családja biztonságát tudta garantálni. Nekünk pedig városvezetőknek azt kell garantálnunk, hogy minél többen ott maradjanak, és a megélhetésüket azért megfelelő és növekvő minőségben meg tudják élni hétköznapjaikat, és szeressenek ott lakni, amely a szülőföldjük. Manapság nem sok értéke van a szülőföldnek, hazának, és itt van rajta most ez a kis zászlócska is, amely a Magyarok Kenyere ünnepségére készül, ez pénteken lesz Szarvason, ahol összeöntik a 15 millió búzaszemet, és megpróbálunk a határon túli magyarokhoz is eljutatni belőle. A paraszt ember az mindig tudott segíteni a másiknak, és ez jó dolog. Ma nem mindig segítünk egymásnak, amikor valaki bajban van. Nem tanúskodunk, mert nem állítjuk fel, amikor elesett, de az jó dolog, hogyha ezek visszatérnek. Többek közt azt, hogy a másik ember fontos számunkra. Az nagyon fontos, sokan mondják, hogy nem kell egyházi kurzus, meg vallásos kurzus. Én azt szoktam mondani, hogy a jogállam az nagyon távol épült ki annak idején, rómaiaknál, görögöknél, és ha más nem nézünk, a 10 parancsolat volt az első regula, amely az emberek magatartását szabályozta, és ha nem tudunk jobbat a 10 parancsolatnál, akkor ne kísérletezzünk mással, elegendő azt, ha azt betartjuk. Én úgy gondolom, hogy ezek fontos értékek, ezért van jelentősége a civil társadalomnak, nem annak, amelyeket NGO-nak hívnak angolul, hanem azoknak az igazi magyar civileknek, amely nyugdíjas klubok, baráti körök és olyan szakmai egyesületek, amelyek egy közösség hétköznapi programját, szabadidők minőségét biztosítja. Ilyenek voltak régen is és ma is. Nem hitte volna az ember, ha már a város történetéről beszéltünk, hogy nekünk a háborút is volt színházunk, nem csak Békéstevának, Szarvasnak is. Fából volt, lebontották, aztán másikat is építettek, aztán voltak ipartestületek, amelyekben az emberek jobban akartak élni, és hétköznapi programokkal is tarkították az életüket. Nem volt sablonos, pedig egy kisváros volt a miénk, mint ahogy Békéstev is kisváros volt, és itt is számtalan lehetőség van, amely tartalmasabbá tehet. Én látom mindenhol, Békés megyében minden település azzal foglalatoskodik, hogy tudja komfortosabbá tenni a városát. Mi is ezzel foglalatoskodik? És ez jó dolog, hasznos dolog. Jó dolog, hogyha valaki tanul. Tesedik elsőként vezette be az agrároktatást, aztán néha összetörték a kertjét, meg betapostatták a bikák, bivajokkal, de a pedagógoktatás is fontosnak tartott. Ezek mind megvannak, ezek a hagyományok. Hát most bajban vagyunk Békés megye felső oktatásával, többek közt Szarvas is. Jó, hogyha ezek az értékeket a mostani regnáló értelmiségiek meg tudnák menteni, és tudnának lenni az itt élőknek, és az országnak is. Sajnos nem mindig látszik ez a törekvésük, ez egy kicsit baj. De én nagyon bízom bennük, és jönnek a fiatalok, akikben mindig van lendület, és megfelelő mennyiségű kritika is, és többet és jobbat akarnak. Na, az elégedett ember az lust emberé válik, úgyhogy nálunk én mindig szimpatikus az a kezdeményezés, ahol többet, szebbet, jobbat akarnak, az a gondom, csak hogyha valaki ezt outsiderként kívül úgy megköveteli, de a maga is tesz érte, az rettentő becsületes. Na most ilyen civil kurázsik, amelyek vannak a városban, ezek mind folytatandók, a tudás iránti vágy, a több szakmásság, a szolgálat, egymás segítés, és sorolhatnám még mindazt a tanuláson keresztül, hogy ezek mind helyi értékek. De Békés megye ez jellemző. Jellemző, nem buta emberek laknak itt. És valószínű, hogy minket genetikailag is valahogy úgy formálta Jóisten, pontosan a betelepítés kapcsán, hogy több helyről érkeztek ide is. Szóval nem belteres a lakosság. És sok kiváló ember van. Hát ha csak a városomra nézek, de Békés Csaba, és nekem, én munkácsi nevelkedtem. Szóval nem lehet eltántorítani a festészet számra munkácsi. És a
közkultúra egyik fellegvára, a könyvtár és a színház, és a többi civil formáció. Sok tehetséges ember van Békés megyében, talán nem is tudják az országba, kérül kéne adni. És azért nézni kell azt, hogy milyen törekvő Gyula és a többi városunk is. Jó dolog itt élni Békés megyében. Lehetne jövedelmezőbb is az itt életünk. Ez nem mindig van így, de jobb lenne, hogyha azért ezt megbecsülnék. Bízunk a pozitív fejleményekben. Piacgazdaság, igen. És ahogy ön is említette, hogy minden városban vannak olyan személyek, akik előrébb lendítik annak az életét, és a szarvasi ünnepség kapcsán díjakat is átadtak pedagógusoknak, művészeknek. Kik részesültek díjazásban? Nehéz felsorolnom a nevüket. Volt egy javaslat, hogy ketté vegyük a kitüntetéseket, mégpedig ilyenkor a városnapjára, június 23-ára, vagy július 23-ára és augusztus 20-ára. Kettő nap egymás mellett, vagy mind a kettő nyárnap, úgyhogy nem is értettem miért, de úgy volt a közakarat, legyen. Én úgy gondolom, hogy mindazokat el kell tudni ismerni, és ezzel ösztönözve különben a többletmunkára, meg az alkotásra is, azokat a helybéreket, akik a kötelességen túl többet tesznek a közösségért. És sok ilyen ember van a városunkban, de gondolom Békés és a megye több területén is, és semmi sem becsesebb egy kitüntetett számára, hogy a saját közösséget tudja elismerni. Bár azt mondják, hogy senki sem lehet proféta saját városában. Nem is kell profétákat kitüntetnünk, de el kell tudnunk ismerni egymás teljesítményét. Ebben is fukarkodunk manapság, de persze ez megint az öreg ember nyavajgása. Nagyon jó dolog, és biztos jól esik, hogyha a saját közösség az ő szorgalmát, tisztességes becsületet, munkáját, önfeláldozását és az, hogy ezt mind magától teszi egy közösségért, ezt valahol észre kell venni. Nagyon sok ilyen közszolgánk van, és nagyon sok más tevékenységkörben dolgozó. Jó tudni, hogy vannak ilyen kiválók, és ez ösztökér a többeket is, hogyha a közösség elismerte őt, lehet, hogy holnap engem, mert észreveszik azt, hogy jó és szép dolgot teszek. Úgy átadtuk ezeket a díjakat, 20-án folytatjuk, és közbiztonságban, egészségben dolgozók. Szóval nem a kort kell elismerni, és nem azért kell kitüntetni, mert hogy valakire rákhogy essen, hanem ez tényleg megbecsülés jele. Épp ezért a külsőség is fontosak. Mindenkor a városalapítás napján adtuk át eddig, mégpedig az öreg templomban, Tessedik öreg templomában, ahol fanfárokkal fogadtuk őket, a kitüntetett kis laudációjuk rövid szövegét meghallgatták, és a nagy közösségeket ismerjük el. Ez minden egyes kitüntetett szívét, lelkét megemeli. És ez jó dolog. Szóval másoknak jó kedvet csinálni, mások előtt megbecsülni, kimondani azt bárhol, hogy tisztellek, becsülek, sőt, mi több szeretlek, ezt azért illik manapság kimondani. Lehetünk nyugodtan érzelmekben és őszintébbek. Együtt szoktunk örülni a kitüntetetteknek, mert sokat tettek értünk, a biztonságunkért, az egészségünkért, a tanulásunkért, a gyermekeinkkel, az idősekkel, a gondoskodásban, sokan vannak ilyenek. És ez jó dolog, mert egy közösség, szóval azt elmondtam a ünnepi beszédemben is, nem tudom honnan jut eszembe, de azt mondtam, hogy egy város nem csak egy épületek, utak és járdák összessége, hanem egy nagy család. Apám mondta annak idején, hogy megválasztottak polgármester, a kisfiam, most már úgy kell gondoskodod a városról, minden polgárról, mint rólunk, az egész családról. Tehát azért ez azt akart apám mondani, gondolom, hogy nagy család egy város, és ez ténylegesen így igaz. Szóval nem jó a nagyvárosban élni, ahol az emberek elmennek egymás mellett. Egyébként ez motiválja önt? Ugye ön is most már több ciklus óta vezeti a várost, hogy így letegye a lábnyomát? Nem ez motivál, hanem a szolgálatok. A szolgálat. Szóval az egy fantasztikus dolog, amikor a pici gyerek is oda köszön, vagy oda megy az iskolába hozzám, és megfogja a kezem. Elkísérek az igazgató nénihez, amikor az utca másik oldalán integetnek. Amikor azt mondják a piacon, hogy valamiről vitatkoznak, hogy nem úgy van, Misi megmondta. Annak úgy kell lenni, és ez biztos úgy van. Tehát amikor megvan az ember, a szeretetet, bizalmat kapni, nagyon jó dolog. Adni is jó, csak szukarkodunk vele. De kutya jó dolog kapni, mikor a saját közössége, mint mondtam, a kitüntetéseknél is, akár egy ilyen beosztásban is, a saját közössége elismeri. Nem csak ezért az önző célért csinálom, hanem ha tudok szolgálni, mint ahogy a családfő is a családjáról gondoskodik, nekem pedig egy nagy családról kell. Jó esik. Komolyan mondom, rengeteg munkával jár, de nem ez hajt, hanem az, hogy tehet az ember. És minden ezt biztatásképp elmondanám fiatalabbaknak is, hogy mindig tegyenek a közösségükért. Tudnék, az ember élhet magának,
az elég individuális dolog, hogy magának él. De másokért is élni. Apám mindig azt mondta, két minőség van az ember életében. Van, aki csak magának él, és van, aki tud másokért is élni. Szükséghelyzetben sokszor szükség van, hogy másokért éljünk. És most az elmúlt időszakban sok szigorú döntést is meg kellett hozni a koronavírus kapcsán. Például nyomon követhettük azt is, hogy a turisztikai szabályokat, korlátozásokat folyamatosan vezetett be saját hatáskörben, holott Szarvasnak elég kiemelkedő a turisztikai forgalma. Hogy áll most, hogy indultak neki a nyárnak? Szóval a veszély az úgy megrázott, mint Krisztus a Vargát, úgyhogy nem volt könnyű, ez mindenkinek nehéz volt. A legnehezebb volt a szülőknek, mert gyereket otthon kellett nevelni, gondoskodni igyekeztünk róluk, de a tanároknak is meg tanítani kellett. Aztán baj voltak az egészségügyiek, a boltosok, a gyógyszerészek, akik a saját egészségüket veszélyeztették, és sorolhatnám még, akik közszolgák voltak és tették a dolgokat, de hál' Istennek ez a baj minket elkerült. Valószínű, hogy azok a instrukciók, amelyeket kaptunk, amelyeket józan paraszészre átgondoltunk és betartottuk, akkor azt azaz megadta a védekezés lehetőségét, és nagyon büszke vagyok saját városomra is, de mint megyére is büszke vagyok, mert itt a legkevesebb megbetegedés. Ez jelent valami fegyelmet. Az életnek kell, hogy legyen palírozottsága, mondtam, 10 parancsolat, akár az evangélikus hit, akár az istenfélő életmód, kellnek ilyen sarokkövek, kályhák és tilalomfák, amelyek szabályozzák az embert. Legjobb, hogy ezt önként találja meg az ember, akkor nem teher számára. Ma is mondjuk sokszor, hogy önkéntes jogkövetésre kell appellálni. Elmondtam a városban is, hogy mostantól kezdve, miután megtapasztaltuk a veszélyt és az elhárítását is, mindenki magáért felel, és másokért is. Tehát mindenki ne várja azt, hogy megvédjük, hanem ő maga tegyen meg mindent. Ennél jobb nincsen. Nagyon sok intézkedést nem tettünk, pusztán kihangsúlyoztak azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek ajbéle helyi specialitása volt, hogy hát szóval a vendéglátók ne hívjanak a vendégeket. És ha valakinek ingatlana van, az jöjjön a szükséges munkától, utána menjen haza. Ne menjen piacra, ne menjen a nagyboltba, mert ő veszélyt jelent számunkra. Ezt ők nem értették meg egy párszor, mert a tulajdonok azt mondták, hogy tehetik azt, amit gondolnak vele, sőt volt innen Békés Csabára egy hölgy, aki alkotmányos szabadságjogának érezte, hogy azt csorbítottam meg, és felelős vagyok érte, hogy én az ő szabadidőtöltését megcsonkítottam. Volt nem arról volt szó, hanem arról, hogy fel is bosszantott, hogy lett valaki egy megyeszékely önkormányzatnál ilyen gondolkodású, nem olvasta a jogszabályt. Ugyanis mehetett mindenki az üdülőjére dolgozni, tetőt javítani, de a munkavégzés idő tartamára, utána kofirc haza. Na hát ezt nehezen vette. Helyben nem kellett túl sokat magyarázni. Fegyelmezett volt a város. Igen. És a kollégáim, sőt az iskolák is, nézzék, kihirdették pénteken este 21 órakor a helyzetet, hogy milyen védekezéseket kell beinteni. Mi szombaton ezt megszerveztük, és vasárnap mindenki tudta, hogy hova kell mennie, mit kell csinálnia, hétfőn pedig zavartalanul ment tovább az élet a reguláknak megfelelően. Úgyhogy ezt nem én szabályoztam, hanem a kollégáim, kiváló vezetők vannak iskolába, óvodába, bölcsődébe, azok oktatási intézményekbe is, a szociális ágazatban, a napközis konyhán, a fürdőben, a sportintézményekben, és ezek mind tették a dolgokat. Tudták, mi a kautéra, mi a követelmény, igyekeztünk magunkat megvédeni. Nekünk meg kellett magunkat védeni. Minden településnek van saját érdeke, és persze a vendégek azok fontosak számukra, hisz ha az is megélhetést jelent, akár több Békés megyei településnek is az országban is, akkor azt valamilyen úton, módon, szóval toleránsan kell tudni kezelni, de ugyanakkor ne jelentsen veszélyhelyzetet. Mi attól féltünk, hogy behúzolják a fertőzést. De ugyanakkor voltak szarvasék is, akik egy-két nappal korábban jöttek Olaszországból, vagy éppen Ausztriából, síjedésből. Ott pedig kértük, hogy önkéntes karantént vállaljanak. Hát voltak, nekem tetszett, és akkor mi történt? Mégis megtette, mert az igazgató nem engedte be addig a gyereket az iskolába, amíg meg nem vizsgálta a doktornél, nincsen baj. Egyébként ilyenek nem voltunk fölkészülve, hogy hőmérsékletet kell mérni, nem is volt megfelelő mennyiség hőmérő. Most már van digitális, meg minden olyan védőeszköz, amely akkortájt nem volt. Ott az volt a gond, hogy gyűjtenünk kell pénzt is, és gyorsan védőeszközöket kellett beszerezni. De ez mind kis csoda, tehát ez szerintem sikeres volt. Az országban is én nagyon büszke vagyok Magyarországra, mert átmenő forgalom, Európa,
közepén, meg ilyen tranzitutak tömkelegében sok külföldön élő magyar, aki kint jár és dolgozik, ők is fegyelmetlen viselkedtek. De volt, hogy ki kellett menteni a fertőzött vidékekről, és hát kisebb volt a tragédia, mint számítottuk. Ami következik, azt meg nem tudjuk. Most legnagyobb gondunk az, mert Békés megye, ha valaki nyugalomra törekszik, legyen az Gyula, Békés Csaba, Gyomendő, Szarvas, Békés, sorolhatnám, hogy Nagyszínás vagy Tóth Kolmos, ez egy békés vidék, ahogy a nevében is benne van. Valószínű, hogy volt valami köze ahhoz, hogy ezt a nevet kapta, hogy tényleg békés. És nem csak az emberek békések, hanem a körzetünk is szép és csodálatos. Szóval az igazság, hogy olyan turisztikai attrakciók, mint az Arborétum, aztán mellett a Mindi Magyarország, a Körösmaros Nemzeti Park, a Holtág, aztán a Színház Kultúra, aztán a múzeumok, meg minden egyéb más, csak kisvárosomban is, nagyon fontosak, kompletírozzák az ajánlatot. És rengeteg szállásadó van, tudjuk a vikendházakat, üdülőket kiadták a szorosiak, meg Szent Andrások, ez jó dolog. Amikor neki nem kell, akkor hasznosítják ezt a vagyontárgyat. Ez egy bölcs gondolkodást jelent, de ugyanakkor veszélyt is jelent, mert ide jönnek, estek fertőzött területre és behúzolják hozzánk a vírust. Úgyhogy a gazdaságunkat sem érintette túlságosan, és nem is kellett ebbe lépkedni. Nézzék, a tenet meg kellett fejni, takarmányozni kellett, a pulykákat nevelni kellett, aztán le kellett vágni, aztán terméket kellett csinálni belőle, aztán sorolhatnám, még kenyeret sütni kellett, a boltokba kellett áru, és nem volt áru hiánya, halat el kellett adni, amit nem sikerült eladni, berakták a Holtágba, a tárca jó voltából. És úgy gondolom, hogy olyan kormányzat intézkedésre csatlakoztak ehhez, hogy a munkahelyeket meg tudjuk tartani, és meg tudják. Tegnap volt egy paktumbéli tanácskozás, megbeszélés az agrárkaron, és ott voltak a szaros jelentősebb munkáltatók, és nem panaszkodtak. Ez egy jó dolog. Talán vagy leszoktak róla, vagy tényleg örültek annak, ami történt, hogy megkapták a segítséget, hiszen azon átvállalták a TB járulékot, meg mindenféle adóféléket, úgy kaptak könnyítéseket, és ebben nagyon progresszív volt a kormányhivatal, meg azzal biztattam, hogy mindenki ilyen lehetőséggel, mert aki elszalszta, hát az szalhat utána. Polgármester úr, további sikeres munkát kívánok, köszönöm a beszélgetést. Én is egészségét kívánok, békés, meg minden polgárnak, sőt a békés csabaiknak is, mert nagy érdem az, hogy nekünk van egy közös vállalkozásunk, még például a Szarvasi Vízi Színház, amely úgy gondolom Békés megye, a Békés Csaba Jókai Színház, a Teátrumi Társaság és a Szarvasi Szerelmes Teátrum imidzsét és súlyát is emeli az országba. Mindenről tudnak rólunk, és ez jó dolog. Gratulálok a Békés Csaba Jókainak és magunknak is, mert szerintem jól csináljuk, és ha összefogunk, akkor hegyeket tudunk mozgatni. Legyen ez mindig így. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!